Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajzó Zénó vagyok, fő témáink néhány mondatban. Építési szabályzat módosítása 1,5 milliárdért, rendkívüli ülés a pécsi közgyűlésben. Idén is mézéves az orbánsági dinnyekóstoltatást tartottak Pécsen. Sófogyasztás nyáron, másként kell sóznunk a hideg télben és másként a meleg nyárban. Sok hársméz lesz idén, több támogatás kérhető a kártevők ellen. Rendkívüli közgyűlést tartottak Pécsen pénteken. Olyan döntést kellett meghozni a nyári szünetben a képviselőknek, amivel megmentik az egyik helyi céget a támogatás visszafizetésétől. Az építési szabályozást kellett módosítaniuk ehhez több területen is. Kérem, hogy legyen szívesek bekapcsolni a szavazóképeiket. Így indult a péntek délelőtt a Pécsi Városházán. Rendkívüli közgyűlést hívtak össze július 19-ére. Egyetlen napirendi pont szerepelt a képviselők előtt. Ugye volt egy olyan építési szabályzat módosítási körünk, ami a új minisztériumi törvény szerint, tehát ami építési minisztériumot érinti. Ha őszintén vagyunk, egyszer elakadt 6 ponttal. Ez a 6 pont most hétfőn kapott zöld lámpát, szóval így fogazom a minisztériumból. Ebből 5-öt tudtunk ide betenni, mert az egyiknél még vannak további egyeztetések. És az 5 pontból egynél elvileg megvárhattuk volna, illetve egyet kívül megvárhattuk volna a szeptemberi közgyűlést, de egy esetében az a döntés született az irányító hatóságnak, aki uniós pénzt nyújtott a nagy beruházás az a délipari parkban, ez úgynevezett üvegkapcsarnok, tehát magyarul, hogy üveghulladékban állítanak elő szigetelés célú projektet, hogy július 31-ig, ha nem kapja meg ezt a speciális besorolást az építési szabályzatban ez a csarnok, akkor elveszti a támogatását, amit nyert. Ezért kérték a képviselőket, hogy ezt a csomagot fogadják el. Ruzsa Csaba azt mondja, hogy ezeket a módosításokat csak így egyben lehet kezelni, ezért kellett több ponton a pécsi építési szabályzaton változtatni. A legfontosabb a déli ipari parkot érintette, ahol jelentős összeg múlott a döntésen. Maga a pályázati támogatás, ugye, amit itt a cég elnyert, ez egy 1,5 milliárdos összeg, és ugye maga a csarnok használata is azért egy nagyon fontos rész volt, mert a város egy hosszú távú bérleti szerződésben már kiadta ezt az ingatlant. És ugye ez körülbelül most van július, azt hiszem május végi, június elejé minisztériumi levél, amiben ezt a pontosítást kéri a szabályzatban. Maga a döntés adminisztratív jellegű, más övezeti besorolásba kellett ezt az üzemcsarnokot tenni az építési szabályzat módosításával. A rendkívüli közgyűlésre 18 képviselő jött el, és a többség támogatta az előterjesztést. Így nem kell a 1,5 milliárdos támogatást visszafizetnie a pécsi cégnek. Kiváló minőség, ízhatás jellemzi idén is az orbánsági dinnyetermést. Ebből kaphattak kóstolót a pécsiek a Kossuth téren pénteken. A baranyai termelők el tudják látni a helyi piacokat, nem szorulnak behozatalra, mondja a szakember. Sorakoznak a dinnyeszeletek a tálcákon a pécsi Kossuth téren. Mindenki megkóstolhatta pénteken a baranyai termesztők idei gyümölcsét. Az orbánsági dinnye most úgy áll, hogy körülbelül fél időben vagyunk, tehát a korai ültetések lassan lefogynak, a későbbiek azok lassan éregetnek. Az ágazat, hogy az orbánságban ilyen 150-200 hektár között mozog a terület minden évben, ez lecsökkent a valamikori 7-8-900 hektárról, de ez a termőterület, aki csinálja, az megtalálja a helyét a Magyarországon. Tehát ennek a dinnyének megvan a helye, vagy maguk árulják el a termelők, vagy kiskereskedelmi hálózatok beladják, vagy vagyunk páran, akik áruházakat látunk el görögdinnyével. Itt lehet fényképezni, van egy márka nevesített dinnyénk is, amit idén vezettünk be. Erről a hálóba csomagolt címkével ellátott dinnyéről van szó, ami biztosan erről a területről származik. Idén is jó minőségű az orbánsági dinnye, ami a kiváló termelőknek az érdeme, mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi elnöke. Azt látjuk, hogy szívesen fogyasszák a vásárlók, egyre jobban igényesebbek a dinnyére. Azt látjuk, hogy a rövid ellátási láncnak köszönhetően az este leszedett dinnye már másnap reggel itt van a piacon, vagy akár 24-48 órán belül. Én úgy gondolom, hogy a termelők magas színvonalon nagyon jó minőségi dinnyét tudnak megtermelni. Fél idénél vagyunk a dinnyével, ez attól függ, hogy még milyen lesz az időjárás, mennyire lesz kegyes hozzánk, vagy milyen időjárás köszönt ránk. A baranyai termelők el tudják látni a vármegyét, nem szorul behozatalra. Ez a terület, mondja az elnök.
Gazdálkodni ma nehéz, de van termelői kedv a dinnyéseknél. Ezt mondja a főispán. Horváth Zoltán beszélt arról is, hogy segítik pályázati forrásokkal ezt a kertészeti tevékenységet. Az új agrár pályázati ciklus most indul. A pályázati felhívások megjelentek, célzottan a kertészeteknek is. Van két típusú felhívás, reméljük, hogy a baranyai gazdálkodók is élni fognak. Az egyik az hűtőkapacitások, hűtőházak, fóliasátrak és a termék feldolgozásához kapcsolatos, ezeket ilyen post-harvest szakmai zsargonnal illetik, válogatógépet, csomagológépet lehet beszerezni. Bízunk abban, hogy tényleg többen is fognak ezzel a lehetőséggel élni, hogy az ültetvény beruházásokhoz is igényelhetnek támogatást. 25 és 20 milliárd forint értékben nyíltak meg ezek a pályázatok szeptemberi-októberi beadással, és a kormányhivatalunk dolgozik ezeknek a pályázatoknak az elbírálásában is. Tudatos vásárlás, erre hívta fel a figyelmet a baranyai önkormányzat elnöke. Keressék minél többen az egészséges, jó minőségű helyi termékeket. Álljanak meg útközben a dinnyárusoknál, vagy éppen a termelői piacokon, ahol elérhető, ahogy elnök úr is mondta, a baranyai mézétes görögdinnye. Az idei évben is megkóstolhatjuk, és amikor ezt megtesszük, arról azt tapasztaltjuk, hogy igen finom, mézédes, biztosak lehetünk benne, hogy egészséges, hogy arra biztatom a nagyvárosban élőket, a pécsieket, hogy keressék a kifejezetten baranyai termesztésű görögdinnyéket az árusoknál. Jelenleg Baranyában 41 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Összesen 117 hektáron vannak ültetvények az ormánságban. Ebből 5 hektáron sárga dinnyét, a többin pedig görög dinnyét ültetnek a családok. Rövid híreink következnek. Videó üzenettel köszöntötte a Baráti Város Sauxing örökségvédelmi konferenciájának résztvevőit Pécs nevében Péterfi Attila. Erről ő maga számolt be a közösségi oldalán. Büszkén osztozunk kínai partnerünkkel több mint 2000 éves kulturális örökségeink védelmében és ápolásában. Keressük az együttműködés további lehetőségeit is, jelentette ki a pécsi polgármester, aki hozzátette, májusban Ruzsa Csaba alpolgármester üzleti befektetőkkel tárgyalt Sauxing Baráti Városainak konferencia jelentett személyes látogatása során. Az előző mintavételhez képest romlott a víz minősége az Abaligeti tó strandján, ezért a népegészségügyi hatóság szakemberei egyelőre nem ajánlják itt a fürdést. A bakteriológiai kifogásoltság közegészségügyi járványügyi kockázatot jelent a fürdőzőkre, és ha valaki a tiltás ellenére itt hűsíti magát, annak hasmenéses, hányásos panaszok kialakulásával kell számolnia. A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy továbbra sem javasolt a megmártózás azokban a természetes vizekben, amelynek a vízminőségét rendszeresen nem ellenőrzik. Ezek közé tartozik a pécsváradi dombajtó, a Duna-Mohási szakasza, valamint a Dráva-Szabolcsi kikötő is, ahol nem biztosítottak a közegészségügyi feltételek sem. A NAV baranyai munkatársai július 22-e és 28-a között hétfőn Mohácson a Felszabadulás utcai és a Pécsi úti üzleteket, kedden Pécsett a cukrászdákat, csütörtökön szintén Pécsett a lángosozókat, valamint a hét minden napján a vármegyében árusító szezon zöldség és gyümölcskereskedőket ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A Vármegye ipari parkjaiban és nagykereskedelmi bázisain a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik. Sokan nem is gondolnák, hogy a sófogyasztás egyensúlya mennyire fontos szervezetünk számára. A kontinentális éghajlat alatt élő országok népességének ezzel foglalkoznia kell. Másként kell sóznunk a hideg télben és másként a meleg nyárban. Az orvost kérdeztük a témával kapcsolatban. Az idei nyár különösen forró, ezért sok folyadékot, sót, nátriumot veszítünk az izzadással. Ezt pedig feltétlenül pótolni kell. Télen viszont a szervezet visszatartja a folyadékot, különösen akkor, ha elhízott valaki vagy cukorbeteg, vagy ha magas vérnyomása vagy szívbetegsége van. Ebben az esetben nem szabad sózni, mondja dr. Wittmann István, a Pécsi Tudomány Egyetem Klinikai Központ 2. számú belgyógyászati klinika és nefrológiai diabetológiai centrum klinikai igazgatója. Ez egy
különleges geográfiailag meghatározott tényező, hogy nálunk két különböző, sófogyasztás szempontjából is, két különböző időszak van. Van a téli, amikor meg kell szorítani a sóbevitelt, hogy ne emelkedjen a vérnyomás, hogy ne legyen szívbetegség, és van a nyári időszak, amikor viszont sózni kell, mert ha nem sózunk, akkor nem csak, hogy kiszáradunk a verítékezéssel, hanem az alacsony nátrium szint miatt az egy ritmus zavarra, szívritmus zavarra hajlamosító és életet veszélyeztető állapot lehet. Úgyhogy nyáron nagyon sokszor látunk olyat, hogy a beteg kiszáradva és alacsony nátrium szinttel érkezik. Ezért tehát ezt figyelembe kell venni. A magas vérnyomású betegeknek gyakran adnak vízhajtót. Ez télen nagyon fontos, mert a felesleges bevitt sót kihajtja, teszi hozzá professzor. De nyáron, hogyha a betegnek még adunk vízhajtót is, meg még verítékezik, meg ne adja Isten még cukorbeteg is, mert a cukorbetegségben a vizelettel sok cukor ürül, és a sok cukor a vizeletben sok folyadékot köt meg, és még több a vizelet, vagyis a kiszáradás kockázata még nagyobb. Így tehát cukorbetegben, magas vérnyomásbetegben, különösen, hogyha vízhajtó kezelést is kap, nyáron másként kell eljárni. Ez azt jelenti, hogy legalább 3-4 liter folyadékot kell fogyasztani, legalább 3-4-et, és hát nyilván aki kint dolgozik a tűző napon, annak még többet is lehet, és általában csökkenteni kell a vízhajtó kezelés dózisát, vagy esetleg nyáron el is kell hagyni. Úgyhogy ez egy speciálisan erre az éghajlati viszonyokra vonatkozó javaslatom. Folyadékot, ionokat, sót, nátriumot, magnéziumot, káliumot kellőképpen fogyasszunk. Fontos még, hogy 70 év felett az idősebb korban csökken a szomjúságérzet. Ezért a folyadékbevitel ugyanolyan fontos, mint egy felírt gyógyszer, hangsúlyozza Wittmann professzor. A korai tavasz és a meleg időjárás megbolygatta a méh családok életét. Lesz olyan méz, amiből kevesebbet fogyaszthatunk, és lesz, amiből bőségesen. Idén a hásméz megerőzte az akácot, mennyisége többet hoz, mint korábban. A kártevők ellen támogatás kérhető a Magyar Államkincstárnál. Ezt a szaktanácsadói hálózat segítségével lehet megtenni. Az idei méztermésről a Baranyai szaktanácsadónál érdeklődtünk. Az idei méztermelési szezon vége felé járunk. Az év nehezen indult, ugyan a méh családok jól teleltek, viszont nagyon korán érkezett a meleg. A repce áprilisban pár nap alatt levirágzott, ezért a méhek erről a növényről kevés nektár gyűjtöttek. Ennek értelmében a méhészek szintén kevés mézhez jutottak, mondja Maj Gábor, méhész, baranyai szaktanácsadó. Közvetlenül a repcét követte az akác, ahogy azt megelőző években is, viszont akkor meg rossz időnk lett, és egy olyan bő hetes, azt lehet mondani, hogy hűvös, szinte fagyos áprilisi idő köszöntött a virágra, a kinyílott akácvirágra, illetve a méhészekre, és ebből kifolyólag egy másfél hetet nem tudtak kihasználni a termelő méh családok. Ennek következtében az akác termésünk az jóval gyengébb lett, mint a megszokott szokott lenni, és az előző évek vonatkozásához is, hogyha mérjük. A méhész utalt arra is, hogy idén korán tavaszodott, ezért a virágzás is előbb következett be. Így az akász is 2-3 héttel korábban jelent meg. Az áprilisi szeszélyes időjáráshoz ez a növény nem szokott. Ez a növénykultúra májusban virágzik. Általában akkor mindig már jó idő van, viszont ebbe a szeszélyes áprilisba becsúszott még fagy is az akácvirágzása alatt, úgyhogy voltak olyan régiók, ahol a megnyílt akácvirágok elfagytak. Tehát abból következik, hogy ott a méhésztársak nem tudtak pergetni. A mecseknek az északi oldala az, ami később virágzott, és azt tudták igazából kihasználni a méh családok, tehát akik ott mézkednek, illetve oda vándoroltak, ott tudtunk csak akácmézet pergetni, és ez igen jelentős kiesést eredményez a méhész kollégáknál a bevételek tekintetében. A többi méhlegelőn is hasonló helyzet alakult ki, így a hás esetében is, teszi hozzá Maj Gábor. Idén június 8-a és 10-e között már nektárt adott, ez pedig nem megszokott. A napraforgó, mivel vetett növény, az betartotta a virágzás időpontját, a pergetések jelenleg zajlanak. A hás viszont nagyon jól sikerült, tehát azt kell mondjam, hogy
az akácot megelőzte az idei évben a hárs mennyisége és a minősége is. Nagyon ritka egyébként az ilyen év, amikor több hársmézünk van, mint akácmézünk, de mivel jó időjárási körülmények voltak a hárs virágzása alatt, ezért nagyon jó minőség és nagyon jó mennyiséget is tudtunk pergetni a családoktól. A napra forgó az pedig ugye most történik a pergetés, aminek hát az eredményeit még nem tudom, de jóra lehet számítani. Viszont a piaci nehézségek következtében, mivel nem tudjuk eladni a mézünket az uniós piaci körülmények miatt, ennek következtében a méhészek valószínűleg tartom, hogy nagyon sok napra forgó mézet fognak bent hagyni a családoknál, hogy a későbbiek során a takarmányozással kevesebbet kell legyen pótolni. A kártevők ellen támogatás kérhető a Magyar Államkincstárnál. Ezt a szaktanácsadói hálózat segítségével lehet megtenni. Kártevők a varroatka, a nozéma, viszont idén a legnagyobb ellenség a darázs lesz. Ebből ugyanis nagyon sokra lehet majd számítani. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Csütörtökön a délelőtti órákban Pécsett egy személyautó a villanyoszlopnak hajtott, melynek következtében az oszlop kidőlt és a szomszédos ingatlan kerítése tartotta meg. Az autóban csak a sofőr utazott, aki nem sérült az eset kapcsán. A pécsi hivatásos tűzoltók egy gépjárművel vonultak a káresethez. Az egység a helyszín biztosítása mellett átvizsgálta és áramtalanította a személyautót, majd az út szélére tolta, hogy ne akadályozza a közlekedést. Az áramszolgáltató is a helyszínre érkezett, intézkedett az oszlop cserére. A baleset miatt 6 háztartásban ideiglenes szolgáltatás kimaradás volt. Összeütközött 4 személygépkocsi Pécsen a Zsolnay Vilmos utcában, azaz a 6-os főút belterületi szakaszán a Magtár utca közelében, számolt be róla a katasztrófavédelem. Utóléréses baleset történt, amelyhez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A raj áramtalanította a járműveket, az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás volt. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóosztályától megtudta a megyei napilap, hogy először 2 autó ütközött össze, ezután ment beléjük még 2 autó. Úgy tudják, hogy a baleset során 2 személy könnyebben sérült. A régió híreivel folytatjuk. Melyek az idei nyár népszerű ételei a strandokon, hogyan alakulnak az árak, mennyire elégedettek a vásárlók? Faddomboriban erről kérdeztük a vendéglátóhelyeket és a vendégeket. Éppen egy sajtos tejfölös lángos készül ennél a vendéglátó helynél a Dombori strandon. A lángos az idei nyáron is az egyik legnépszerűbb strandételnek számít, azon belül is a fokhagymás, a tejfölös és a sajtos tejfölös a legkedveltebb. Nekünk van egy sajátosságunk, saját hamburgerünk van, egy kézműves jellegű házias ízvilágú hamburgerünk, illetve egy keleti fűszerezésű giroszunk. De a strandon ugye a hekk és a lángos az viszi a pálmát tulajdonképpen. Az árak az elmúlt években különböző okokból több helyen emelkedtek. Ezen a strandon például a sajtos tejfölös lángos átlagos ára nagyjából 1500-2000 forint között mozog. Egy minimálisat kénytelenek voltunk, ugyanakkor minden büfé és inkább a saját magam nevébe beszélek. Valamennyit kénytelen voltam emelni, de azt az ár emelést nem tudtam teljes egészében áttolni a vendégekre, hiszen valamilyen szinten családbarát, illetve pénztárcabarátnak kell lenni. Így a profitból engedtünk, de a nyitvatartásunk megmaradt. Egy másik büfésnél szintén, ha csak minimális mértékben is, de emelkedtek az árak. Náluk is a lángos az egyik legnépszerűbb étel. Hát a lángos mindenképp, a Szibéria burgerünk nagyon népszerű, a girosz, hotdog, főtt kukoricánk is van, már azt is nagyon szeretik, nagyon finom. A vendégek a felhozatallal összességében elégedettek, az árakról megoszlanak a vélemények. Kicsit húzós, de még belefér a keretbe. Mennyiért szoktak vásárolni mondjuk egy sajtos tejfölös lángost? Azon 1200-tól, attól függ meg mekkora lángos. Mi van rajta, tejfölös, ilyesmi, de általában 8-1500-ig van egy lángos. Uh-huh. De belefér a keretbe, még belefér. Hát többnyire üdítőket szoktunk venni, néha egy-két sört is. A lángost, ezt nagyon tipikusan, mert ezt szeretjük. Most például ezt a Szibéria hamburgert fogjuk kipróbálni. Van olyan is, aki kizárólag otthonról házilag készített ételekkel érkezik, ezáltal spórolva a kiadásokon.
nem mindennapi kihívásokat jelent egy szakmára megtanítani a diákokat, a vendéglátás különösen egy olyan ágazat, amihez nagyon összetett munkafolyamatokat kell elsajátítani. A Tolna vármegyei szakképzési centrum Paksi étterme, a Dolce Vita étterem minden nap törekszik arra, hogy a lehető legjobban elvégezze ezt a feladatot. Laci Erzsébet, a Dolce Vita tulajdonosa, a fiával együtt vezeti az autóbusz állomás melletti éttermet. Már 15 éves múltú a hangulatos vendéglátóhely. Nagyon-nagyon szeretünk csinálni, nagyon sok feladatot igényel, imádjuk a vendégeket. Egy olasz vonalon indultunk, mivel hogy olasz házasságom volt, így a gyermekeim is félvérek, tehát a Dolce Vita elnevezés nem a véletlenből jött, tehát nem csak a divatműve. Eredetileg teljesen olasz vonalú ételekkel indultunk, de akkor a közönség úgy érzem, hogy még nem volt egészen nyitott rá, tehát áthangoltuk gyakorlatilag magyar ízlésre, és ez a mai napig meg is maradt. Erzsébet kivételes tapasztalatokkal rendelkezik, amit igyekeznek átadni a tanítványoknak. A titok az, hogy egy 94 éves nénitől hónapokon át tanultam a főzés művészetét Olaszországba. Annától, akinek nagyon hálás vagyok a mai napig, nagyon sokat fejlődtem ezért a gasztronómiai élményekben, de tehát magyaros konyhát főzünk gyakorlatilag. A repertoárunkban természetesen pizzatésztafélék benne vannak, nagyon széles frissen sültek, nagyon sokféle sültes tájaink vannak, négy főre, két személyre, most már készítünk pörkölteket is, közkívánatra van gulyásleves is. Fia, Romeo a mindennapi munka folyamatokba is besegít. A pult mögül kilépve beszélt nekünk a tanulókról. Kiemelte, milyen fontos a gyakorlati tapasztalat, hogy a diákok éles helyzetben ki tudják próbálni magukat. Itt tudunk nekik egy olyan fajta löketet adni, vagy egy inspirációt, ami a megfelelő útra tereli őket. Vannak olyanok, akik szembesülnek azzal, hogy nem jó pályát választottak, illetve vannak olyanok, akik megtalálják a helyüket. Vámos Viktor szakács tanuló Szekszárdon. Nem csak a tankonyhában, hanem az étteremben is hasznosan tölti az idejét. Húsokat klopfolok, zöldségeket szoktam összevágni, pizzát szoktam kenni, készíteni, és szoktam pizzatésztát is összeállítani. A duális képzésnek köszönhetően az iskolában és a gyakorlati helyen is rengeteg tudást képesek elsajátítani a diákok. Ezt a későbbiekben az oktatási intézményekből kilépve a munka világában tudják majd hasznosítani. Kiradunk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Építési szabályzat módosítása 1,5 milliárdért, rendkívüli ülés a pécsi közgyűlésben. Idén is mézéves az orvánsági dinnyekóstoltatást tartottak Pécsen. Sófogyasztás nyáron, másként kell sóznunk a hideg télben és másként a meleg nyárban. Sok hársméz lesz idén, több támogatás kérhető a kártevők ellen. Szombaton virradóra, a Dunántúlon és a középső ország részben, később keleten és északkeleten is többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legtöbb eső nyugaton eshet, az északi, északkeleti szél többfelé megélénkülhet. Vasárnap a napsütést inkább csak fátyol felhők szűrhetik majd. Délután csak kevés helyen, elsősorban délen és keleten pattanhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet hétvégén reggelente 20-22, napközben 29-31 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!